LED prizmákkal és érzékelőkkel szerelték fel a Tapolcai úti gyalogátkelőt. Ez már messziről figyelmezteti az autósokat, ha a gyalogos lelépett a zebrára. A Generália Biztonságért Alapítvány évek óta telepíti az okos zebrákat országszerte a balesetek megelőzése érdekében. A statisztikák azt mutatják, hogy ezeknél a gyalogátkelőknél 55%-ról 76%-ra növekedett a megállási hajlandóság. Nagyon sok baleset van a gyalogátkelőkön, és az Országos Rendőrkapitányságnak az adatai alapján közel évi 1000 gázolás történik, és azért is mondhatom azt kicsit büszkén, hogy az alapítványnak már több mint 100 millió forint beruházása van ebben a projektben, ez több mint 60 megvalósult okoszebrát jelent, és ezeket visszamérjük statisztikailag is, és az jött ki ebből, hogy az autók megállási hajlandósága egy ilyen 20%-kal nő már a telepítés követő pár hétben. Az okos zebrákat olyan helyszíneken telepítik, ahol a baleseti és forgalmi adatok azt indokolják. A Tapolcai út nagy forgalmat bonyolít, ráadásul a buszmegálló és a kórház miatt a gyalogos forgalom is jelentős. Keszthely önkormányzata a rendőrséggel egyeztetve jelölte ki ezt a helyszínt az első intelligens gyalogátkelő létrehozására. A tervek között szerepel több további hasonló beruházás. Akkor az ember ugye segít abban, hogy többen állnak meg így az autósok, kimutató statisztika szerint nagyobb a megállási hajlandóság, tehát biztonságosabb a gyalogos átkelés. Szerencsére nagyobb balesetek azért nem voltak, de miután előfordultak Keszthelyen, és ezt számoltatjuk, a rendőrséggel egyeztetve dolgoztunk egy szakmai programot, tehát folytatjuk, ezek után a Bercsényi utcában több gyalogos átkelő és tervezünk ilyen okoszebra telepítését. A beruházás teljes költsége csak nem 5 millió forint, amelyet 50%-ban a Generália Biztonságért Alapítvány, 50%-ban Keszthelyváros önkormányzata finanszírozott.